A néptánc mellett újdonságok, mesterségbemutatók és divatbemutató várta a Matyóföldi Folklórfesztiválra kilátogatókat augusztus 7-e és 9-e között. A hétvégén kézműves és mesterségbemutatókkal fogadták a Hadasváros részbe látogatókat, akik betekintést nyerhettek például a mézes kalács készítésbe, a fafaragás rejtelmeibe, megismerhették a kalocsai riselést és pingálást, a festett bútorokat, de korongozhattak is. Ilyenkor általában a kerámia készítésnek a különböző fázisait szoktam bemutatni, illetve elmesélni. Az a tapasztalatom, hogy ez érdekli a legjobban az embereket. Tehát a korongozástól egészen a következő munkafolyamatokig, az égetésig egyáltalán valami kis bepillantást nyernek abban, hogy milyen munka folyik egy ilyen műhelyben. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és nem a készítéssel kezdődik, hanem a tervezéssel, hiszen egyedi darabokat vagy kis sorozatokat készítek, tehát a munka bizony egy hosszú folyamat, sok munkafázissal, az agyag előkészítéstől, a formázásig, a festésig, az égetésig, körülbelül 3 hét, mire valami elkészül, de hát az utána is folyamatosan változik. Ahányszor elkészítünk egy tárgyat, a készítés visszahat a tervezésre, és az egy ilyen állandó folyamat. A Hadasváros részbe kilátogatók többségében minden alkotóházat felkerestek. Kovács Szabolcsnál voltunk, és a Matyó Múzeumban láttunk sok érdekességet. Hímzések nagyon szépek voltak, meg ezek a régi tárgyak, meg a dolgok, ahogyan ők éltek, ezek tetszettek. Érdekel minket a múlt, és szeretnénk megismerni, hogy hogyan éltek a régi emberek. Ajkáról jöttünk, szóval elég messziről, egy 4 órás út volt. Az idei év újításaként néptánc flashmobot tartottak a Zsóri Gyógy és Strandfürdőben vasárnap délelőtt, mely keretében a külföldi, valamint a hazai néptáncegyüttesek egy időben, több helyszínen spontán bemutatót tartottak, csalogatva a fürdőzőket a fesztivál délutáni programjaira. Emellett szombaton a táncpajtában régi, népi, a matyóságot bemutató filmek vetítésével sakk szimultánnal várták a vendégeket, illetve több ízben színpadra léptek a fesztivál vendégegyüttesei. A vasárnap esti gála különlegessége a kalocsai, illetve matyó mintákkal díszített ruhakollekciók bemutatója volt. A ruhák megálmodója Rivnák Tünde és a By Me divatszalon volt. A Matyó kollekció elkészítésében pedig a Matyó Népművészeti Egyesület hímzői is részt vettek, többek között a közelmúltban elhunyt Pap Andrea is. A matyó ruhákat emlékének, illetve lányának ajánlották a készítők.